Hölgyeim és uraim, eljött az a pillanat, amikor leülünk egy kicsit beszélgetni. Az első vendégem Mező Béla, Berek-Böszörmény alpolgármestere. És nem Berek-Böszörményben beszélgetünk, hanem Jászapátiban. Mi hozta ide? Hát ezelőtt egy pár hónappal megismerkedtem dr. Szalóczi Ilonával, aki nagyon okosan és nagyon művelten megkért arra, hogy legyünk barátok a Facebookon, és egy hívő hölgy, aki azt mondta, hogy szeretné, ha megtérnénk. Én azt mondtam, én még a Bibliát nem ismerem, én még nem tértem meg, de én megfogadtam a szavát, és eljöttem, meghívt, hogy 2018. szeptember 15-én lesz itt egy ilyen evangelizáció ünnepség, amire megkért, hogy jöjjek el. Nagyon szívesen fogadtam a meghívását, és a meghívásnak eleget tettem. Itt vagyok, eljöttem. Na most ez nem olyan egyszerű, tehát nem csak egy egyszerű kis evangelizáció lesz, mert itt most kora reggel van, 10 órát írunk, illetve hát majd a kedves nézők látják a képeket, illetve a fotósorozatot is, hogy itt már 8 óra után elkezdődött az élet. Nagyon sok, mint hogyha egy lagzi készülne. Most akkor lőjük le igazából a poént már így a riport elején, hogy nem csak egy egyszerű meghívás, hanem ide egy teherautóval érkezett. Hát nekem abszolút nem sok, nem is feltűnő. Én évtizedek óta úgy vagyok ezzel, hogy szeretek adni, és ha én adok, akkor a szeretetet kapok vissza. Mindegy, hogy milyen formában. Én úgy érzem, hogy a mai világban, a 21. században a romaságnak szüksége van a hitre, szüksége van a szeretetre, és én ennek tettem eleget, hogy így adok nekik, hogy legyenek megelégedve. Na, ezt értem egy kicsit. Az az igazság, aki Mező Béla nevét nem ismeri, a Dunántúlon elképzelhető, hogy nem, de sokan már rákérdeztek, hogy a vendégünk Mező Béla, ő az alpolgármester, aki osztogat állandóan, osztogat a szegényeknek, osztogat pénzt, meghívőket vacsorára, ebédre, óriási főzések vannak. Na most akkor itt Jászapátiban is főzés. Teherautó, megérkeztek rajta nagy 50 literes kondérok, kisebb kondérok, amiben már rotyog a főtt kolbász, mellette készül töltött káposzta, de hagyd nem mondjam tovább. Tehát Mező Béla most ebben a pillanatban kicsit átment szerénybe. Ő azt mondta, hogy meghívták egy rendezvényre. De azért egy teherautóval megérkezni, hozzáfogni, sok ember segítsége is érkezett. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy mi fog itt ma történni? Hát legelső is azt kezdem, amikor én ide készültem, akkor Berek-Böszörményben, mint alpolgármester, megemlítettem a testületnek, megemlítettem a polgármesternek, hogy én szeretnénk egy ilyen helyre eljönni, ahol a evangelizációt én fogom megajándékozni egy szerény ebéddel. A polgármester nagyon szívesen fogadta a kérésemet, azt mondta, Béla, rendelkezésed áll a Citroen teherautó, és amit akarsz főzni, amit tudunk, abba segítünk. Hát hozzájárult az önkormányzat is egy pár ezer forinttal, hogy ide eljussak, és megvalósítsam ezt a mai napot. Én nagyon szívesen adom ezt mindenkinek, és örülök neki, hogy legalább 150-200-an itt ezen a rendezvényen, ezen az evangelizáción részt vettek. Mert most is azt mondom, a mai világban a romák a hitbe kapaszkodnak, és ez egy nagyon jó dolog. Egyszerűsítsünk, ki Mező Béla? Azt tudjuk, hogy alpolgármester, de ki egyáltalán Mező Béla? Honnan jött ez az ötlet, hogy segíti a romákat, és nem csak a romákat? Tudom azt, hogy 5000 forintokat osztogatott lent Berek-Böszörményben, mindenki megkapta, aki oda be volt jelentve, megszavazták, ugyanilyen főzés, csomagok, ajándékok, egyebek. Ki Mező Béla? Hát az életem pályája úgy kezdődött, hogy 1980-ban, mint tanácstag bejutottam a közös tanácsba, és adóta végig a mai napig képviselő vagyok. Az életpályám ott kezdődött, hogy én elváltam az első házasságomból, és egy gyereket neveltem, aki úgy éreztem, hogy nagy nyűg egy gyermeknevelés, de mégis szívesen fogadtam. A gyerekem ma, a fiam ma 48 éves, és akkor én megígértem, volt egy ígéretem, amit a mai napig betartok, hogy
bementem a templomba, hogy az Isten segítsen meg arra, hogy a gyereket felneveljem. És akkor kaptam egy olyan hangot, hogy én segítek rajtad, csak te ne feledkezz meg rólam. Hát én ezt a szót mindig magamba tartottam, de nem vettem figyelembe. De ez örökre úgy beleim nyomodott a szívem mélyébe, és én 1988-tól folyamatosan minden egyes évben, karácsonyban 12 üsttel főzünk a falu részére, mindenki szívesen jön, el kell, hogy dicsekedjek vele, 3 miniszteri kitüntetésem van, a közoktatásért kaptam oklevelet, és 2017-ben, 13-ban életműdíjat. Én nem csak beregdöszörményeknek adok, én, aki a megkér arra, hogy segítsek, nehéz helyzetben van, szociálisan annyira rászorult, hogy egyetlen, nem 5000 forint, 1000 forint is kisegíteni abból a nehéz helyzetből. Én nem is gondolkozok rajta, hanem elpostázom neki bankszámlára. Mező Béla, ezt a nevet jegyezzék meg a kedves nézők, és jövünk még vissza. Ez volt az első beszélgetés, amit elkezdtünk. Megtudtuk ki az, hogy Mező Béla, miért van itt Jászapátiban, és néhány perc múlva szétnézünk, hogy hogyan halad a főzés, utána jövünk vissza egy következő témával. Köszönöm szépen!